Az 5 éve történt vörösiszap katasztrófa idején mindenki jelesre vizsgázott, aki részt vett a mentésben, így a tűzoltók, a rendőrök és a katonák is, mondta a honvédelmi miniszter. Simicskó István hangsúlyozta, a rendkívüli társadalmi összefogás segítette a mentést. Bakondi György, miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, életeket mentett az azonnali segítségnyújtás. Példátlan katasztrófa követelte 10 ember életét 2010. októberében. A vörösiszap ömlés következtében több mint 200 ember megsérült, az árlakóházakat és termőföldeket pusztított el. A tragédia 5. évfordulóján Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett. A váratlan helyzetben sikerült a lehető leggyorsabban reagálni. A legjobb felkészülés ellenére is az első órák talán a legnehezebbek. Sötétség van, kilátástalanság van, félelem van. A magyar kormány haladéktalanul intézkedett, és mindazok az erők, akik a hivatásuknál fogva arra kötelezettek, hogy a bajba levő embereken, az ország védelmén dolgozzanak, nagyon gyorsan megkezdték a mentési tevékenységüket. A honvédelmi miniszter elmondta, a honvédség helytállt a katasztrófa idején, a katonák az emberek mentésében, a szállításban, a tisztításban vettek részt. Váratlan helyzetek során, azaz bajban ismerszik meg az igaz barát, és bajban ismerszik meg a mi védelmi rendszerünk is, és az együttműködési képességünk is. Én azt hiszem, hogy jelesre vizsgázott, amit megtehetett akkor a Magyarország biztonságáért felsorakozó erők valamennyi állománya, mindent megtett, amit megtehetett. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, bár a katasztrófa sújtott a településeken, újraindult az élet, felelősök máig nincsenek. Az emberek egy dolgot hiányolnak, egy dolog valami hiányzik, azt mondták nekem, és ez az igazság. Tehát hiányzik az igazság. Mai napig nincsenek felelősei ennek a szörnyű katasztrófának. Ezt fogalmazták meg, mert azt mondják az ott élők, hogy ez, ennek a kimondása, ennek a megfogalmazása segítene a katasztrófa következményeinek a feldolgozásában. Kontrát Károly hozzátette, rendkívül gyorsan, 10 hónap alatt sikerült helyreállítani, illetve újjáépíteni a megrongálódott lakóházakat. A katasztrófa utáni helyreállítás költségei meghaladták a 37 milliárd forintot.